szinte a Post Fesztiválról érkezik, ahol a Batang felé előadással maradtak igazán nagy sikert, és több bemutatóra készül így a jubileumok évében, mert 25 éve mutatták be a Sose halunk meg című filmjét, 50 éve van a pályán, és decemberben lesz 75 éves Koltai Róbert. Jó estét, szervusz! Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Azért ezeket a számokat nem adod össze, ugye? Mert az úgy nagyon durva. Ez még nem is jutott eszembe, de jó, jó. Az már 150, hagyjuk. Jól viseled? Meglepően jól. Amikor már kim vagyok az ágyból, és jól próbálok, mondjuk az a ritkát, de amikor jól játszom, tehát jó csapat van, nézőtérről jön az energia fel, akkor egyszerűen pont ugyanolyannak, vagy fiatalabbnak érzem magam, mint 40 éve. Reggel recsegnek a csontok? Nem. Nem, csak... Hát most elárulok egy titkot. Alvási apnoém van. De az neked régóta van, hát ez nem egy friss dolog. Most már jó pár. Még mindig nem tudsz aludni? De! Nagyon is jól tudok. Ahogy fölteszem, egy maszkba kell aludnom, aminek van az a hátulütője, hogy olyan, mintha így folytogatnának. Ez volt az elején. 12 éve állapították meg, és akkor mindig arra ébredtem, hogy éjjel fél kettő körül sírok, valami olyat álmodok, amiben lehetett zokogni, és fölülök, és nem találom a maszkomat. Mert azt mindig letéptem, és eldobtam. De az utóbbi 5 évben már tényleg hamarabb voltam délelőtt is álmos, mert nem kap, a alvási apnoém azt jelenti, nem kap levegőt, eleget a szervezet. És akkor elmentem a szakács professzor úrhoz, és azóta viszont nem dobom el, egy automata kész. Nem, egy kevesebb. De viszont azért az, hát süvít be a levegő. Tehát süvít be a levegő, mert azt elfelejtettem mondani, hogy be is van kapcsolva. Túl vagy töltve. Igen. És lehet, hogy ettől van az, hogy röpködök. Fia, a színész tényleg mindenből tud építkezni? Tehát ebből az érzésből a felébredek éjszaka, és folytogatnak, és zokogok, és eldobtam a maszkot, és ebből is lehet építkezni? Hát igen, hogy megyek, és vagy eldobom, és ez soha többet. Tehát egy ilyen építkezés, hogy megfogadom, hogy többet nem, de aztán rájöttem, és most már élvezem, kivéve azt, hogy a süvítő széltől úgy kiszáradok. De azt is tudom már, hogy amikor fölébredek, arra mondom, hogy az ébredés az nem olyan jó, akkor úgy nyelni kell párat, csak nem szabad pánikba esni ettől a szárazságtól. Hát ilyen fontos dolgok. Azért visszakanyarodok az előző kérdésre, amiből építkezik a színész. Volt neked olyan, hogy megjegyeztél dolgokat, hogy ez majd még jó lesz? Az álomból? Vagy bármiből. Egy élethelyzetből, egy mondatot valakivel, ahogy beszélgettél. Egy érzést, ami megérintett. Ez még egyszer nekem jó lesz valamihez. Olyan sok, hogy nem is tudnék kiemelni ilyen pillanatokat. Hát ebből élünk. Gyűjtöd? Nem úgy, hogy figura lesre, vagy ha részeget játszok, akkor egy kocsmába nézelődöm. Nem. A levegőből. Mindenből. Ahogy te most elkezdtél így majdnem figyelni. Szinte figyelek. Igen. Veszélyes, vigyázni kell. Hány darabot játszol most? 14. De ezt nem úgy kell érteni, hogy minden nap játszom ezeket. Az igazi nehézség az, hogy eltelik egy-két hónap, hogy csak egyszer megy egy darab. És azt szinte újból kell tanulni. Hát vannak kivételek, például a Balfácát vacsorára, az 19 éve játsszuk a Kern Andrissal és a többiekkel, Vándor Évi, Újréti Laci, Besenci, hát szegény Józsa Imi eltávozott. Önmagában elképesztő, 19 éve játszott, és egyre jobb. Tehát valami hír elmehetett, hogy ezt most meg kell nézni, mert ha hétfőn játszuk, ha kedden játszuk, közben József Attilában minden megváltozott, de ez stabilan maradt. Azt hiszem ez meg a Mici néni, ez a régi meg a környezet. Időből. Hogy? Meg a környezet, úgy nagyjából. De hogy ugyanott van. Váci utcában. Ez a Batang felé, amit most a posztra elvittetek, igen. Azért versenyen kívül szerepelt. Igen, hát de most már ez is nagyon komoly fesztivál. Ez 20 pótszéket kellett betenni. Igaz, stúdió darab, de hát
csoda volt, nagyon nagy öröm. És ez egy súlyos darab, ez komoly darab, amennyi. Én nem láttam, hozzá kell tennem, de olvastam róla. Tehát, hogy ez nem egy könnyed vígjáték, mint amit a Koltaitól várnak, mert majd röhögünk egy jót. Legfeljebb sírva röhögünk egy jót. Azt gondolom, hogy ez már nem játszik, hogy beskatujázzák az embert, hogy... Le tudtad ezt tenni már, úgy gondolod? Nem is kell. Soha nem kell semmit letenni. Holnap például múzeumok éjszakáján Csepelen, amelyhez kötődöm, Csepelen lesz önálló kabaréestem, de nekem az önálló kabaréestben a Péter bátyja is van, vagy Adivers, vagy... Tehát... De a Batang az nagyon nagy szívügyem, mert hirtelen találtuk egy német karmesternek egy, nem is mondom, hogy egy felvonásos, hanem egy részes színdarabja. Tehát 1 óra 40 perc, mint egy mozi, 35 perc. És azzal a színésszel játszhatom Gál Ildi rendezésében, aki nekem Lieblingem tulajdonképpen a fiatalabb évjáratból, a nálam jóval fiatalabb a Szirtes Balázzsal. És hát a demencia, hát nem ő játssza a demenciával küzdő embert, hanem én, az tényleg megérinti az embert, néha kedvesen, megsimogatva, néha meg kegyetlenül, mikor már őrjöngve nem találom a homlokomon levő szemüveget, vagy a kezembe tartott mobiltelefont. Tehát ez ilyen finoman kezdődik, nem mindjárt nagy dolgokkal, de lehet, hogy elkerülöm. És amikor lentről a közönség visszaigazolja, hogy ez nem csak dráma, tényleg megrázó pillanatok is vannak benne, de egy kicsit abszurd és megmosolyogtató. Hát amikor hittel beszélgetsz egy plüss papagájjal, úgyhogy elhiszik, hogy ő a te nagyon régi barátod. Meg amikor azt mondom, hogy de teljesen komolyan, és ez hiteles, hogy noha a végén kiderül, hogy könyvelő voltam valami cégnél, de a darab idején én azt hiszem, hogy Batangon voltam tengerész, ami messze-messze Indonézián túl, tehát túl az Operencián. Ezt a világot építi fel, és a végén kiderül, hogy a családja már nem törődik vele, de ezt végig nem érezzük. És akkor jön oda a fiatalabb illető, akit a Szirtes Balázs alakít remekül. Ő meg lehet, hogy még nagyobb gondokkal küzd, mint a demenciával küzdő. Tehát, hát hiszen ő nem tudja, szóval a demenciával küzdő, hogy az gond, amit ő megél, az meg egyáltalán az nem teljesen tudja. Rendben van, hát nyilván, az de ő a világában az ott van. Aki lent ül, az látja, hogy ennek lehet, hogy még sokkal, de sokkal nehezebb. Izgalmas. És ő előtte nagy még ott van az élet. Igen, igen. Hát akkor ezt játszátok még sokat majd. Remélem. Neked mi a büszkeséged, a legnagyobb büszkeséged a pályádon? Én mondanék valamit, de kíváncsi vagyok, hogy ugyanarra gondolunk-e. Hát az első nagy büszkeségem, hogy felvettek a színművészetire. Na jó, annyira de hát remélt, nem lenne pályád. De, miért? Hát soroljam akkor Sutt Díjas kollégáimat. Jó, ez igaz. Tordi Gézát szokás erre mondani rögtön, hogy na úgy gyerek is Pogány a sikerült aztán. Vagy Lukács Andort, vagy Jordán Tamást, vagy Csákány Esztert. Így van, ez mind igaz, Sutt Díjasok és csodálatosak. Nem, ez egy szabad pálya. Én arra vagyok nagyon büszke, hogy egy recsegő hangú, köpcös, kicsit túlsúlyba levő fiatal srácot, aki semmilyen izgalmas egyéb férfias jegyem, mert nem 185 centis vagyok. És az hangom utolsó morzsájával vettek fel a főiskolára. Ki látott benned tehetséget? A Gáti tanár úr rögtön kirúgott az elsőn, és ettől én végképp abba akartam hagyni. És nem is jelentkeztem egy évig, akkor elmentem kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára. Az 2 éves volt csak akkor. Egyébként ott ismertem meg Demján Sándort, akit nemrég elvesztettünk. És mi nagyon jóba voltunk, ő tanított meg kollektív szelvényen totózni. Na de én addig azt hittem, hogy ő abból van... lett gazdag, te meg nem. Jó, hát nem. Ő se abból lett gazdag, sőt mind a ketten a cipőnk mellett járkáltunk. Ő egyébként a kollektív szelvényről én azt hittem, hogy van a sima szelvény, 330-as szelvény, hát akkor annyiba került. Totó, az, Lotto, két 330, az két oszlop, tudod.
És azt hittem, hogy a kollektív szervény az, hogy 10-15 ember áll a totózóba, és együtt kitöltenek egy kicsit drágább szervényt. Hát mert ez így logikus nem is, tudtam, hogy te gondoltad. Azt ugye tudod, hogy a fiatalabb nézők nem tudják, mi az a kollektív szervény a totóban. Hát honnan tudnák? Hát ők már a interneten hát játszanak, persze. Meg... Na, szóval az visszakanyarodva a büszkeségedre. Szerintem én azt gondoltam, hogy kapásból azt mondod, hogy sose halunk meg. Hát ez az túl egyszerű lenne ezt mondani, az egy nagyon nagy és szép végeredménye volt dolgoknak, amit aztán követett, az ugyanolyan büszke vagyok a szambára. Van például Szent Gotthárdon van egy szamba kör, akik hétvégén azzal foglalkoznak, de két hetente legalább, hogy összejönnek, és csak a szambából szabad idézeteket mondani. Az milyen jó. Hát, és közben meg is hívtak a Dés Lacival, a zeneszerző, és legjobb barátommal együtt is lent voltunk. Hihetetlen. És ez ott tényleg a boldogult gyerekkorom, vagy fiatalkoromban, de így pontosan volt ilyen rejtővel. Aha. Na most az, hogy hát, a szambában van ilyen, ez fantasztikus. Elégedetten húzta be Gorcse Viván a kéziféket egy rövidáru kereskedés kirakatában. Így, pontosan. Igen. Ez a 14 karátos szambában... autóból egy részlet. Igen. A szambában pedig az a nagyon szép, hogyha olyat mondanak ráadásul, olyat idéznek, amit én írtam át. Mert azért én az írókkal úgy vagyok, hogy néha nagyon hagynak. Például a Námos Miklós a szambában, amikor az igazgató beszédét tartja, aki minden második szava az, hogy jubilium. A mi akkori Kaposvár igazgatónk, akit a párt ösztöndíjasaként rendező lett belőle, neki minden második szava, amikor 45, a 25 éves felszabadulásunk ünnepe volt, már nem mondta végig ezt, hogy 25 éves felszabadulásunkhoz, hanem mindig is azt mondta, jubilium. A jubilium nehogy azt így, például hát én parodizáltam őt, a paródia elejét, ha gondolod, megmutatom, hogy légy szíves. Ül a nézőtéren, fönn homály, megy a próba. Imre! Imre! Imre, húzzátok fel a vasfüggönyt, úgy jobban tudom követni a próbát. Így indul, és teljes elborult fejjel. Szóval ez egy fél órás. A Latinovics egyszer megkért, mert hallotta, hogy van ez a úgynevezett paródiám erről az igazgatóról, és forgattuk a vonaton a Mi kis családunk című filmet, melyben Rutkai Évával játszott a főszerepet, és mi néhányan egész picit játszottunk. De ott zötyögtünk Esztergom és Budapest között, tehát nagyon sokszor le kellett állni, mert mindig visszamegy a vonat, és csak ott üldögéltünk. Szóval nem mutatnád meg nekem ezt a paródiádat? És akkor megmutattam. Hát te nagyon derekasan álltad a sarat, de neki az egészet mutattam. Annyira nevetett, hogy volt, hogy lement a kupéba padalra, de ugye a Rutkai Éva meg sírt. Egyszer a Tolnai Klári lakásán is előadtam. A Mersáros protezsált be minket, egy fiatalokat. Ott meg a Tolnai Klári panaszkodott másnap a Mersárosnak, hogy annyira nevettek Domján Edit. Hát szóval ilyeneket mesélek, akik már fájdalmasan nagyon régen nincsenek meg, hogy a nevetéstől leesett, és az alatta levő, mármint leesett a rekaméról, és a Tolnai Klári alatt levő alezredesnél leszakadt a plafon. Ami nyilván költői túlzás. Szóval te nagyon jól tartod magad. De azért a szép történet. Ezek a régiek, ezek ők. Hiányoznak? Sokszor eszedbe jutnak? Vagy csak amikor itt sztoriban vagy? Ne, nagyon. Hát nagyon nagy élmények fűznek hozzájuk. Hát például de előkerülnek az emlékei? Tehát, hogy feljönnek ezek a történetek? Vagy a hozzájuk fűződő hát már mi történetek? Magunk is úgy vagyunk régiek, hogy akikkel játszottam, Kaposváron például, hogy sokkal kevesebbet találkozunk, és úgy eltávolodtunk, viszont most másfél éve az a megtiszteltetésért, hogy a volt kollégáim közül a Máté Gábor a Katonába meghívott a Hallmann Péternek a csodálatos szerepére a csodálatos mi osztályunkban. Tegnap előtt is azt játszottam.
idén, tehát már ebben a szezonban nem megy. Tehát... Ez óhatatlanul előhozza nyilván. Hát minden, minden, de hát én a Latinovicsról csak így tudtam beszámolni, hogy pici szerepeket csináltam én akkor. Egyszer azt nyilatkoztat, hogy neked nagy büszkeséged a Moritz ested. Mert hogy azt úgy nagyon megtaláltad, hogy valamire ott nagyon rátaláltál. Mire? A Moritz Zsigmondnak az igazi megismerésére. Tehát én a Moritz Zsigmondot mindig csodának tartottam, de hát az, hogy a dialógiai, mert a naplóban is tele van dialóggal, mert ő fejből leírta a Jankával, a feleségével való legnagyobb összecsapásait, mindent, hogy a dialógiai ennyire maiak, ennyire mindennél modernebbek, és az az tiszta érzésem van, hogy 1000 év múlva is ugyanezek lesznek az élő, égető, gyönyörűséges, és közben tele van humorral. Az a napló, aminek az a vége, hogy öngyilkos lesz a felesége. Olyan, ahogy leírja a vidéki újságírót, aki Jézusnak, meg Krisztusnak tartja, és leborul, és hogy milyen szép maga, milyen szép a bajsza is. És úgy szedték le rólam, mondjam úgy. Szóval fantasztikus. És hát ott vannak a lélek és szív megállító részek is. De hát azért arra nem válaszoltam tulajdonképpen, hogy a Sose halunk meg, most, hogy 25 éves, úgy néz ki, úgy hallom, hogy az a megtiszteltetésért, hogy felújítják. Digitális képes. Igen, digitális, és ami nagyon fontos, hogy az Oscar-díjért, mert 94-ben Magyarországot a Sose halunk meg képviselte, mono hanggal mentünk. Mono. Az azt jelentette, hogy a New York-i bemutatón ott álltam a Los Angeles-i bemutatón, ott álltam a legvégén, mármint hogy olyan teltház volt a nagy teremben, hogy mozdulni nem lehetett, elkezdődött a film, és a presszernek az a fantasztikus hangja, ami szárnyalóan szokott megszólni, hogy fáradtnak tűnsz. Úgy szólt neki, hogy fáradtnak tűnsz. Igen, mert monohanggal mentünk ki, amit nem tételeztek föl a gépházba. Tehát ők sztereóba adták ki, ami azt jelentette, hogy a 60 hangszóró jött. Persze, másképp szó, teljesen más. Nem az, hogy másképp, hanem hogy nem volt benne, hanem csak egy mikrofon, egy hangszóróból szólt, és akkor fölrohantam a gépházba, és az én angol tudásommal nagyon határozottan mondtam, hogy no stereo Dolby, mono. Tehát ezt így angol flottul ilyet elmondtam. Már olyan 1957 óta nem hallottak. Hát persze, mondatot. Ez az. Tehát fölhangosították, és akkor és akkor most lesz belőle sztereó is. Állítólag. Színes és... Valamire készülnek, de erről nem akarok hamar beszélni. Tegnap Bárint György volt a vendégem, aki elmondta az édesapjával kapcsolatban, hogy minden számára, mind a mai napig, 99 éves korában is az édesapja. Ugye a világító torony, ahogy ő fogalmazott. Igen. És hát a te filmjeidből, meg a te történeteiből nekem úgy tűnik, hogy te pontosan ugyanígy emlékszel az édesapádra. Neked pontosan ugyanezt jelenti az apa. Hát igen. A színeimet, az egész energiát, ahogy ő egy csapatot próbált, mint sportvezető, visszahozni az NB1-be, aztán sikerült is, mert mikor a Nagy Imre lett a miniszterelnök, akkor visszavették azt, ami Dunaújvárosban vagy Sztálinvárosban támogatás volt, mert akkor a mezőgazdaságra ment át. És akkor kiesés ellen kellett küzdeni. De közben is ő arról volt híres, hogy fantasztikusan mondott verset. Tőle örökölted? Hát nem csak öröklés volt, hanem figyelés, mert ő azzal született, hogy ha 5 perces szünetet kell tartani, persze most túlzok, a versen belül, akkor azt megtartotta. És élte a többit. Mert sokszor a mi pályánkon, a csöndben sokkal több mindent tudunk elmondani, mintha lehadarjuk. Tehát aki nem plasztikusan adja át a nézőknek, az ne számítson semmire.
Még akkor is, hogyha néha lendületesen kell plasztikusan átadni. És apukám ezt nem tanulta a négy elemi éve, hanem érezte. Hagyott rád verset? Hát többet is. Az egyik az különösen csodálatosan mondtam, ez olyan, mint egy színdarab. Egy olyan Petőfi vers, amit én úgy érzem, hogy csak apukám ismert. Nagyon nagy vers, forradalmi vers, családi vers, a Péter bátyja. Tehát, hogy elviszik mind a három fiát a Panna néninek, katonának, és a Péter bátyja büszke rá, de a végén összeomlik, hogy ő nem tudott lenni a hazáért való csatában. És ezt úgy mondta, hogy amíg ő élt, addig én nem nagyon mertem mondani. De mostanában szoktam fellépéseken, akár a kabaré esteken. Régebben a kabaré az nem csak nevettetés volt, hanem néha dal. Nekem arra ott van Dés László dalai, Darvas Feri szokott kísérni. Tehát az működő dolog, de a rövidebb verseket meg már régebben is mondtam, amit apukámtól hallottam. Mondasz egyet gyors? Gyors, rövid verset? Ha van ilyen. Hát a Jordán Tamást kértem meg, hogy a temetésén ezt a verset mondja el, mert tudtam, hogy ennek örül apukám. Adi Endre. Párizsban járt az ősz. Párizsba tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant nesztelen, kánikulában, halk lombok alatt, és találkozott velem. Ballagtam éppen a Szajna felé, és égtek lelkemben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok. Elért az ősz, súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett. Züm, züm. Röpködtek végig az úton. Tréfás fa levelek. Egy perc. A nyár meg sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagba szaladt. Itt jár. S hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok alatt. Köszönöm, legyen ez a vége ennek a beszélgetésnek. Köszönöm. Legyen ez a vége ennek a sorozatnak, ezen a héten az Egyenes Beszédből, ezzel a néhány pillanattal az előzőekkel, meg ezzel a 20 perces beszélgetéssel Koltai Róberttel. Kívánok Önöknek jó hétvégét, viszontlátásra, jövő héten találkozunk.